Hallihó, sziasztok kedves követőim! Üdvözöllek titeket újra itt Ildikó Beauty csatornáján, és ez a mai videó, ez egy ilyen speciális videó lesz, és ráadásul nem is szoktam ilyen videót nagyon csinálni, miután egyébként karácsony egyszer egy évben van, de most egyébként nem emlékszem, hogy tavaly mutattam volna-e, hogy miket tervezek ajándékokat adni, milyen ajándékokat tervezek beszerezni a barátoknak, családnak, kollégáknak, közelebbi ismerősöknek, tehát mindenki, aki nekem nagyon fontos. Nem emlékszem, lehet, hogy tavaly nem volt, lehet, hogy volt olyan év, amikor mutattam, hogy miket szánok ajándékba, de minden esetre én most megkérdeztem tőletek, hogy van-e kedvetek ahhoz, hogy én ezeket úgy nagyjából megmutatom. Természetesen amit tudok, azt nem fogom nevesíteni. Lesznek nagyon-nagyon speciális ajándékok, és azt nem tudom kivédeni, hogy, tehát látszani fog, hogy ki kapja, és ti megszavaztátok, hogy érdekelne titeket esetleg akár ötletek miatt egy ilyen videó. Úgyhogy én most gyorsan előjáróban szeretném megkérni tényleg a barátaimat, kollégáimat, nagyon sokan követik a csatornát, és a címbe is ki fogom írni, hogy vigyázz a spoiler veszély. Nagyon kérlek, ne nézzétek meg most ezt a videót, mert akkor elég sok poén le lenne lőve, úgyhogy ennyit előjáróban, rengeteg doboz van itt mellettem. Egyébként a Dollika is oda bekészült, már természetesen az egyik szatyorba be akart mászni. Hát nagyjából, hát olyan 85%-ban minden megvan, még várok csomagokat, majd el is mondom, hogy milyen oldalaktól rendeltem, és honnan várok még csomagot, de kezdjünk is bele a videóba, mert aztán nagyon-nagyon hosszú lesz. Amit most nem fogok tudni felvenni, az egy Avon rendelés, amiben nagyon-nagyon kis apróságokat rendeltem legfőképpen, de remélem, hogy a jövő héten befut, mert ezt a jövő héten mindenképpen szeretném már föltölteni, mert ma december 8-a van, és hogy még ti is esetleg, hogyha bármi inspirációt kaptok, még gyorsan tudjatok intézkedni, ezért mindenképpen még a jövő héten szeretném ezt föltölteni, mert utána meg már ez a cuspét kategória, szóval túl késő lesz. Megmondom, az Avontól várok még csomagot, amiben rengeteg ilyen kis illatmintát is rendeltem. Az egyik videóm az nagyon-nagyon aranyos lett, ugyanis bent vettem föl ilyen illatkóstoló videó, ezeket a Choggen parfümöket teszteltük, és több növendékemmel is, és hát annyira be voltak zsongva, és annyira be voltak lelkesedve, és amúgy is mindig szeretnek is szimatolni, nálam elég sok illatminta szokott lenni úgy általánosságban is. Úgyhogy én főleg azoknak a kislányoknak, mindegyiknek rendeltem külön illatmintákat, úgyhogy azokat várom, illetve még várok egy szinszélyes rendelést, mert ott is vannak ilyen pici kis apróságok, legfőképpen mondom a növendékeimnek, de barátok is kapnak onnan nagyon klassz dolgokat. Úgyhogy azt a kettőt még várom, illetve még el fogok menni, mert még be kell szereznem egy picit ilyen nagyobb dolgot is. Azt még, ez a családnak, van egy része már, ami már itt van, de azért azt el kell mondjam, hogy én nem, és ráadásul a mi családunkra soha nem volt jellemző, hogy ilyen óriási nagy anyagi beruházásba vertük volna magunkat, szóval, hogy ez egy ilyen nagy bankrot lett volna egy ilyen karácsony. Nálunk mindig az volt a fontos, hogy személyre szóló olyan ajándékokat, amiknek tudjuk, hogy örülne a másik, tényleg nagyon speciális ajándékokat szoktunk venni egymásnak, illetve így kiskoromban mi nagyon sokat, legalábbis én kézzel is készítettem ajándékokat, és nagyon szerettem ezeket az ilyen egyedi kézműves ajándékokat, szóval én jártam ilyen szakkörbe is, és már ott is ugye lombfűrésztel vágtunk ki karácsonyra ilyen állatfigurákat, meg kerámiáztunk, és ezek még mind-mind megvannak anyukámnál dobozba, amiket tőlem kaptak a nagyszüleim, illetve anyukám karácsonyra. Úgyhogy én nagyon szeretem az ilyen nagyon személyes dolgokat. Egy kivétel van ez alól, anyukám egyébként, aki
és minden évben megmondjuk, hogy ezt ne csinálja, de csak nagy anyagi, hogy hívják be, nem is tudom, hogy mondjam, szóval ő többet szeret így beruházni, és már volt olyan, hogy Bosch robotgépet, de ilyen nagyon-nagyon drága, nem tudom hány ilyen multifunkciós robotgépet kaptunk tőle, meg szóval, hogy minden évben ő azért nagyon kitesz magáért. Tavaly Pandora nyakláncot medállal kaptam, meg ilyen Swarovski ékszereket, most nem tudom, hogy mivel készül idén, de ő nagyon szereti azért ezt, ennek így megadni a módját. Én inkább az ilyen kisebb, apróbb, de személyesebb ajándékoknak vagyok a híve, úgyhogy egyet azért még gyorsan előjáróban elmondanék, hogy én nem vagyok az a csomagolós típus. Soha nem is voltam, én utálok így hajtogatni. Nagyon jó kézügyességem van, de őszintén megmondom, én nem szeretek így csomagoló papírokat venni, akkor elszakad, akkor nincs elég, akkor megint el kell menni venni, úristen, most azt már nem tudom becsomagolni, nagyobb dobozra már nem elég egy guriga, úgyhogy én tulajdonképpen egész évben, és ez még nem is az összes, csak most hát legalább egy ilyen 20 darabot itt kiválogattam, egy ilyen nagy zacskóba, és ebben a nagy zacskóban vannak ezek a kisebb zacskók, tehát ezek ilyen díszcsomagoló zacskók, nagyon szépek egyébként, egyik szebb, mint a másik. Én meg kell mondjam, hogy én nagyon-nagyon sok ajándékot kapok, így az év során, ugye, mint tanár, és ez egy ilyen kiváltságos helyzet, hogy tényleg engem így elhalmoznak, és azt kell mondjam, hogy én nem szoktam kidobni ezeket a zacskókat, és hát ilyenkor nagyon jó hasznát veszem, mert ilyen egészen nagy zacskók is vannak, picik is, ilyen színes, meg te most nyilván nem fogom gyerekek most itt kivenni az összeset, de például van egy virágos, abból, illetve nem is egy, hanem abból rengeteg. Talán egyébként, igen, ez nagyon cuki, ez egy ilyen télapós, kutyás, cicás zacskó, és egyébként lehet, hogy ez a tömérdek mennyiség, ez most idén nem is lesz elég, mert annyi ajándékot kell most így becsomagolnom, illetve így előkészülnöm. De hát akkor lássunk is neki. Először is ma jött pont egy csomagom, a Hamza, azt hiszem, hogy ez a Hamza webshop, de szerintem egyébként az összes webshopot ki fogom tenni az infoboxba, hogy meg tudjátok nézni ezeket a termékeket. Nem fogom belinkelni egyesével, ne haragudjatok, de minden webshopot be fogok linkelni, és akkor meg tudjátok ezeket nézni. Szóval rendeltem a Hamza webshopból ilyen kozmetikai dolgokat, de abból nekem is volt, ami most így kell, hogy Eucerin nappali krém, meg ilyen bioderma, ilyen szórófejes frissítő. Most ez nem is lényeg, azt majd egy ilyen hol videóban, vagy elfolytak videóban már nyilván elmondom. De rendeltem egy Visi utazó szettet. És azt kell mondjam, hogy először is nagyon-nagyon szép, nagyon kis exkluzívan néz ki. Így leszedem róla ezt a papírt, és akkor majd fogjátok látni, hogy mennyire kis gusztusos, mennyire kis ilyen elegáns. Ugye van benne egy ilyen szírum, akkor van benne egy 50-es fényvédőfaktor krém, van benne egy ilyen lifting krém, és van benne, hogyha jól látom, lehet, hogy ez egy micellás víz, ez lehet, hogy egy tonik, nem, ez egy ilyen micellás víz. És ezek ilyen kis, látjátok, akkora, hogy így a tenyerembe így elfér, tehát pontosan ezek az utazó méretek, ez egyébként egy ilyen 100 millis, és a többi is ugye egy ilyen utazó méret, nem fogom kibontani, mert nem fogom kibontani nyilván, mert az ajándékot nem bontjuk ki, viszont nekem a közvetlen kolléganőm, és ő egyébként biztos, hogy nem nézi a videót, úgyhogy ezt most mondhatom is, ő most karácsonyra ki fog utazni Egyiptomba, a párjához, és hát tisztára izgalomba van. Ugye előtte nagyon sokáig voltak együtt, meg Maláziában voltak így együtt egy ilyen nagy fesztiválon, és most nem tudta, hogy most a barátja jön-e ide, vagy ő megy ki. Na mindegy, az a lényeg, hogy már tiszta izgalomban, és megvan a repülőjegy, ugye? Úgyhogy hát gondoltam, hogy ennél
praktikusabb, meg elegánsabb, meg okosabb ajándék nem lehet, mint hogy az útra én veszek neki egy ilyen utazó szettet, és nagyon szereti az ilyen kozmetikumokat, úgyhogy különben mindenki fog még csokit és szaloncukrot is kapni, de az én közvetlen kolléganőm, a Gabi, az ezt fogja kapni tőlem, és szerintem nagyon-nagyon fog neki örülni. Na most előveszem egy... Jaj, várjátok, hogy ne omoljon itt le minden, lehet, hogy nem ebben kellene, igen. Tehát inkább ebben kezdem. Szóval itt ez a dobozra közben így kiborul minden, jaj. Na, hát ez egy nagyon-nagyon klassz dolog. Ennek is természetesen le fogom tenni a linkjét. Ebben a dobozban teák vannak, de azért ezek nem ám olyan teák, hogy bemész a spárba, és így lemeled a polcról, mert ezek nagyon-nagyon különleges, nagyon exkluzív teák, és ez a tea, ez a Richard tea, és ebben a Richard webshopban, és végig fogom tenni a linkjét, megtaláljátok őket. Na most, hát ez annyira személyes ez az ajándék, most nézzétek meg, ugye a mi cicánk az pontosan így néz ki, és ez az egyik családtag fogja kapni, nem mondom meg, hogy kicsoda, nyilván. Egy nagyon szép díszdobozva van, ugye ez a Richard Royalty, ez egy angol tea, és fekete teák, csak azt rendeltem, mert egyébként ez volt a kívánság. Nem, ez nem igaz egyébként, mert nem csak fekete tea van benne, de aki kapja legfőképp ezeket a teákat, azok a fekete teák lesznek, de van itt olyan tea is, ami nem fekete tea. Na most, hát nálunk ugye a Dollika, meg a Ciluka, azok nagyon fontos helyet foglaltak el így a családban, a szívünkben, imádjuk őket, és hát nézzétek meg, hogy ez egy olyan tea, amely egy ilyen fémdobozban van, Ceylon fekete tea, és hát a Dollika van rajta, koronával, meg mindenféle jogarral, meg ilyen palástal, szóval egy igazi királynő, egy igazi rex, egy igazi königin, úgyhogy ezt nem bontom ki, mert le van ragasztva, piramis alakú filterekben van a tea, úgyhogy én szerintem ez valami egészen elképesztő. Annyira személyes, és annyira kitaláltam, szerintem. Most vettem szintén ugye ezek ilyen ajándékok, ezekben 9 darab filter van, és ezek is fekete teák, amik ilyen sárkányos. Úgyhogy állati jól néz ki, egy ilyen borítékban van, ki kell nyitni a borítékot, és szépen egymás mellé be vannak ilyen kis fahokba a teák rakva. Szerintem állatian jól néz ki. Rendeltem ilyen nagyobb doboz Earl Grey teát, ami meg egy ilyen oroszlános doboza van, ez egy elég nagy kiszerelés. Rendeltem gyümölcsteát is, ami gyakorlatilag ilyen igazi karácsonyi tea, fahéjjal és narancsal, kettőt is. És rendeltem még egy ilyen zöld teát. És ezek is ilyen piramis alakú, átlátszó, ilyen sejem filterbe vannak, úgyhogy nagyon-nagyon exkluzív, nagyon jól néz ki. És voltak a dobozban több ilyen kis minta, annyira kis exkluzív, annyira szép, látjátok, hogy egy ilyen szép papíron, egy ilyen képeslapszerű papíron, rá van a másik oldalára ragasztva egy filtert, megkóstolhatod, és ha tetszik az is, akkor rendelhetsz utána. Úgyhogy ezek a teák, és hát szerintem ezek tényleg nagyon elegáns ajándékok, és nagyon örülök. Hát mondom, főleg ez a cicás, hát ettől kész voltam komolyan, amikor megláttam, hogy ilyen létezik, nekem mondom, ez azonnal. És kicsit ezt arrébb teszem, és folytatjuk. Van valakit a barátaim között, aki nagyon-nagyon szeret ez ilyen feltűnőbb, nagyobb bizsú ékszereket, úgyhogy ő kap egy ilyen nagyon szép láncot, egy ilyen hatalmas medállal. Egyébként ez így néz ki. Látjátok, hogy mennyire nagy egyébként? Nagyon-nagyon jól néz ki, és nagyon mutatós. Azért ezt meg kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon régen féltve őrzött nyakék, és nem mástól kaptam, mint Sass Szilvia, világhírű opera énekesnőtől, aki engem a Zeneakadémián tanított, és hát ennyire
kiváltságos helyzetem volt, és ennyire nagyra tartott engem, mint növendékét, és ennyire kiemelt gyakorlatilag a többi közül, és nekem ez egy óriási megtiszteltetés volt, hogy én amikor lediplomáztam, és énekelhettem az ő szervezése alatt Figaro házasságát és Don Giovannit is egyébként, akkor az egyik előadás után én kaptam tőle, ez az ő nyakéke volt, egy fellépő nyakék, úgyhogy én azóta nagyon nagy becsben őrzöm, és nagyon büszke vagyok rá, hogy ezt kaptam tőle, de visszatérve, szerintem ez állati jól néz ki, ez az ék, ez a nyakék, úgyhogy ez is egy ajándék, visszacsomagolom. Ez már külön van egy ilyen kis szütyőkébe. És akkor, hát ez most egy nagyon-nagyon klassz dolog lesz, és ennél személyesebbet, hát figyeljetek, ez egy ilyen hatalmas dobozban van, és hát ezzel képzeljétek el, ezek párnák. Ezt a nagy ajándék nevű webshopból rendeltem, én csináltam, tehát én állítottam össze, hogy hogy nézzenek ki a párnák, milyen képek legyenek rajta, hogy helyezkedjenek el a képek, milyen felirattal, milyen színű felirattal, milyen legyen az egésznek a kerete. Úgyhogy, hát nem tudom, szerintem láttátok, már a csatornámon is mutattam, van egy tündéri 8 éves kisfiú növendékem, aki egy kínai kisfiú, Liu Yilin Tomika, és hát legfőképpen nagyon szerette a cicáimat, egy nagyon tehetséges kisfiú, már több díjat nyertem vele versenyen, mindenki el van tőle ájulva, mert nem is kell neki először megszólalni, csak kimegy a színpadra, annyira kis cuki, hogy ez valami hihetetlen, és imádja a Dollikát, és hát nézzétek meg, hogy szerkesztettem neki egy olyan párnát, amiben az ő fotói vannak, ahogy a Dollika van az ölébe, Dollika nézi őt, ilyen teljes áhítattal, és akkor ráírtam, hogy Tomika és Dollicica. Ez az egyik párna. A másik párna az Emmácska, aki szintén jár hozzám az előkészítőbe. Őt mind a két cicával összekoordináltam, úgyhogy neki van egy Dollis fotója, van egy Cilus fotója, és akkor Cilu és Dolli és Emma, úgyhogy ezt már mutattam egyébként az anyukájának, így a cseten, és mondta, hogy szerinte el lesz ájulva Emma, mert hát ő egy nagyon-nagyon jó lelkű, nagyon aranyos kislány, és nagyon tehetséges, és nagyon szeretem, és annyira feltölt mindig, amikor jön, hogy ez neki szerintem egy nagyon-nagyon szép meglepetés lesz. Mondom, mindenki még csokit is kap. A harmadik párna pedig Esztié. Esztike, aki ugye nálam, ő már idősebb, ő ilyen 20 éves, ő diplomás fuvolaművész, Németországban tanít, és most már elkezdte építeni a kis énekesi karrierjét, most már kis zenekara is van, már föllépnek, és én foglalkozom vele, nagyon tehetséges. Ő is megtalálható több videó formájában is a csatornámon, ahogy énekel, és egy nagyon-nagyon jó fotót találtam róla az egyik online énekórán, ahogy így integetett nekem, Eszti, és ott van, amikor így együtt vagyunk nálam, a két cicával, itt van Cilu, itt van Dolli, és ő neki meg ezt írtam, hogy Esztike párnája. Egyébként nagyon jó minőségű párna, elég nagy, és nagyon puha, és nagyon szép, igényes a kivitelezés. Azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon tetszik, gyönyörűen ki van vasalva, hó fehér, úgyhogy tényleg nagyon-nagyon meg vagyok elégedve, és nagyon-nagyon szépen elkészítették, nagyon meg vagyok elégedve tényleg. És hát van még itt egy meglepetés, ami pedig virágbarátnőmé, ugyanis neki készítettem ugyanitt a nagyajándék.hu webshopban egy egérpadot. Tudjátok, ha mind így húzogatjátok az egeret a számítógép mellett, és neki csináltattam egy ilyen teljesen személyre szóló egérpadot YouTube-on virággal. Először ugye a csatornájának a nevét akartam így rá irattatni,
hogy stílus és szépség virággal, de nem volt annyi karakter, úgyhogy ez így nem jött ki, úgyhogy valahogy kellett így egyszerűsíteni, és ez a YouTube-on virággal, ez fért így bele. És szerintem nagyon szép ez a kép róla, nagyon stílusos, nagyon pozitív, nagyon gyönyörű rajta virág, és pont egy ilyen parfümmel. Én találtam egy ilyen képet pont. Úgyhogy nagyon-nagyon meg vagyok elégedve ebben a rendelésemmel. Várakozáson felül. Azt kell mondjam, hogy annyira szépen sikerültek, mint az egérpad, mint a párnák, hogy le a kalappal. Úgyhogy haladjunk tovább. És most pedig itt van a kezembe egy Notino doboz, amiben nagyon-nagyon klassz ilyen pipere dolgok vannak. És ezeket legfőképpen egyébként a kollégáim között fogom ugye szétosztani. Mindegyiket tudom, hogy ki fogja kapni. Illetve az egyik barátnőmnek a kislánya fogja szerintem az egyiket még belőle kapni, de mindegy, most itt nem is akarom lelőni a poét, hogy kinek mit, hogy, inkább mondom, csak megmutatom, hogy ezek mit. Hát figyeljetek, ennél cuki parfümöt én még komolyan, tehát nagyon-nagyon ritkán, és egy igazi, tulajdonképpen kislánynak való parfüm, vagy ilyen kamaszlánynak való parfüm, nagyon cuki. Ezt az Avon márkától vettem, tehát ez nem az Avon rendelésemben van, ugye ez egy egészen más, Notinon is van Avon, és ezt ott vettem, ezt a Petit, mi is ennek a neve? Happy, micsoda? Petit Attitude. Igen, Petit Attitude, egy ilyen kis attitude, tulajdonképpen ez a katicabogárra akar utalni, ugyanis ez egy olyan avonos parfüm, amin benne az üvegben végig ilyen kis katicabogarak vannak, úgyhogy mivel ezt nem fogom nektek kibontani, és én ezt meg is szagoltam, mert ebből én kaptam egy mintát, úgyhogy én ezt le tudtam tesztelni előtte, azért is vettem ezt, egy nagyon-nagyon kellemes, nagyon finom, virágos, nagyon könnyed illat, és ide be fogom nektek rakni, hogy hogy néz ki az üveg. Hát figyeljetek, valami egészen elképesztően cuki, úgyhogy még az se kizárt, mert én is ilyen nagy katicabogaras vagyok, még egy egyébként itt a tetején is a doboznak egy ilyen katicabogár, olyan, mint egy cseresznye, de gyakorlatilag az egyik cseresznye az egy katicabogár, úgyhogy még az se kizárt, hogy én ezt egyszer meg fogom venni magamnak, mert annyira cukid, és nagyon jó illata is van, úgyhogy ez is egy külön ajándék. Tehát látjátok, hogy én veszek dolgokat, amik ilyen, úgymond lehet, hogy ilyen általános dolog, hogy parfüm, de hát nem olyan parfüm ez, mint a többi, hanem azért ez egy ilyen különlegesebb így a kinézetét illetően. Vettem ebből kettőt is, ilyen kis díszcsomagolásban, egy rózsás shower gel és egy kis szappan, és hát egy ilyen dobozban van benne, amiben ilyen szalma van, és hát nagyon-nagyon szép a kis kinézete, és nagyon jó illata is van, úgyhogy én nagyon szeretem az ilyen kicsit ilyen vintage hangulatú dolgokat, és ugye ez egy rózsás, rose sheep and rose, tehát én abszolút egy ilyen rózsa bokor illat, és ebből én kettőt is vettem, úgyhogy megvan már természetesen a gazdája mind a kettőnek. Akkor vettem egy, tehát ez a Pani Walewska, mindig Wawelska-t akarok mondani, pedig ez a Walewska, Pani Walewska, ez egy, ugye, egy lengyel márka, egy lengyel kozmetikai márka, és én nekem ettől a márkától volt már parfümöm, és nagyon szeretem őket, meg kell, hogy mondjam, és nagyon kis különleges illatok, és azt kell mondjam, hogy eléggé jó áron vannak, úgyhogy ilyen ajándékozás szempontjából is nagyon exkluzív, nagyon szépen néz ki, és nem adsz ki érte iszonyú sok pénzt, és akinek adod, az nagyon fog neki örülni, úgyhogy több szettet is vettem, megmondom a frankót. Először is vettem ebből a White sorozatból egy parfümöt.
Egyébként ezek ugye most így jöttek dobozba, ezt meg tudom nektek mutatni. Nem akarom nagyon ugye szétszedni, hogy nehogy valami baja legyen, vagy nehogy megsérüljön. Tehát meg tudom nektek mutatni, hogy ez ilyen kis teljesen egyszerű kis puritán ilyen üvegben van. És isteni finom, ilyen, tényleg ilyen púderes illat, úgyhogy gyorsan vissza is teszem a dobozba, nehogy valami baja legyen. És ezek ugye ilyen sorozatok. Na most ebből legalább 4 vagy 5 fajta illat van, mindegyik illathoz tartozik szappan, tusfürdő, folyékony szappan, dezodor, úgyhogy ebből a fajtából, tehát ebből a White családból, én még vettem egy szappant hozzá, isteni finom illata van ennek is, és nagyon szépen néz ki egyébként, ezt is megmutatom, de nagyon-nagyon óvatosan, csak hogy tényleg lássátok, tehát így bele van ennek a hölgynek így a, nem tudom, hogy tudom így jól, meg így, tehát látjátok, hogy bele van nyomva a szappanba, ennek a, hú, de jó illata van, igazi piperes szappan, olyan parfüm szappan, a feje nyomva, tehát ez a szappan hozzá, és van még hozzá egy 2-1-ben parfüm tusfürdő és fürdőhab. Tehát ez egy ilyen shower gel és bath gel, úgyhogy ez egy egész nagy kiszerelés, 500 ml, úgyhogy ez így egy szett tulajdonképpen, amit egyébként akár föl is lehetne bontani, de én ezt így egyben fogom valakinek oda ajándékozni, és szerintem ez egy nagyon, nagyon kis exkluzív ajándék. És ugyanebből a sorozatból, a Gold sorozatból megvettem a szappant. Az is egyébként ugyanígy néz ki, mint a White, csak ugye ez más illattal, más illatcsalád. Ez egy ilyen aranydobozban van, szerintem nagyon-nagyon szép, és figyeljetek, nagyon jó árban van. És ehhez viszont vettem egy dezodort, és képzeljétek el, hát ez az én korosztályomnak biztos, hogy sokat fog mondani, pontosan egy az egybe, de tényleg 100%-ban sárga limara dezodor illata van, valami elképesztő. Na most azért nem fogok ilyet magamnak venni, mert én nem ez a limarás csaj voltam, én a piros, illetve a barna impulz dezodorokat szerettem, de aki szerette a sárga limarát, akkor annak mindenképpen ezt tudom ajánlani, mert ez valami isteni illat. Úgyhogy most így egyelőre itt tartunk az ajándékok terén. Ez is már eléggé sok. Nagyon sok fele tudom ezeket is szétosztani, meg feldarabolni idézőjelbe. És mondom, várok még 2 csomagot, meg még ugye 2 lábbal is szeretnék eljutni 1-2 helyre. Ezeket még be fogom forgatni a videóba, úgyhogy legközelebb akkor találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Hát itt történt egy ilyen 5-6 nap filmszakadás, és nem azért, mert nem érkezett még meg a rendelés, amit szeretnék még mutatni ebbe a videóba, hanem azért, mert közben bekaptam a Covidot. Nagyon picit még azért hallani a hangom, egy kicsit náthás. De már jól vagyok, úgyhogy megyek is a dolgomra. És igyekszem ma délután még fölvenni, bepótolni a hiányzó láncszemeket a videóban. Na, sziasztok, akkor folytatnám a videót. Elnézést, egy kicsit rekedt a hangom, de ez még egy darabig szerintem így lesz. Mutatnám, hogy milyen ajándékokat szereztem még be plusz a Rossmannból, úgyhogy igazából nem fogok most Rossmannhol videót csinálni, hanem ugye beleforgatom a Mit kapnak a szeretteim karácsonyra című videóba azokat, amiket itt vettem most. Úgyhogy az egyik fiú növendékemnek vettem egy ilyen összeállított ilyen csomagot, egy Rexona szetten, méghozzá egy 48 órás dezodort, és egy ilyen 2-1-ben body wash és sampon. Úgyhogy ezt így be fogom majd csomagolni ilyen fekete selyem papírba. Egyébként mondtam, hogy nem vagyok egy ilyen nagy csomagolós. Hát szerintem értitek, hogy miért nem csomagolom egyesével a
az ajándékokat, hát így sikerült. Hát szerintem ez írtó cuki, vettem egy másik kislánynak egy Isana Zuckersüße Badekugeln. Ugye ezek ilyen fürdőbombák, elég sok van benne, ha látom. Kétszer van benne egy ilyen lilás, talán ez egy ilyen áfonyás illatú. Ez egy ilyen cukorkás, akkor van egy ilyen pumpkin spice latte illatú. Kettő is van belőle, úgyhogy ha jól látom, 6 darab. És nagyon, nagyon kis exkluzív, szerintem ez nagyon-nagyon kis kedves és szép ajándék. A következő is egy tipikus ilyen csajos, aranyos ajándék, egy unikornis parfüm. És megszagoltam egyébként, ez a márkája, még soha nem hallottam. És nagyon finom, ilyen gyümölcsös illata van. Még nekem is tetszett, komolyan mondom, de annyira szép. Nézzétek meg, szerintem csodálatos. Milyen kis unikornisos üvegcsa, szarva, koronája. Úgyhogy ettől teljesen oda meg vissza vagyok. Természetesen vettem fátyolmaszkokat is, és vettem ilyen nagyon-nagyon cuki, szerintem ez ilyen talán egy adag lehet, de lehet, hogy kétszerre is jó. Ilyen, hogy mondják ezt? Ilyen fürdőhab. És ilyen szivárványos fürdőhab, ez meg egy ilyen unikornisos. De jól látom, hogy ez két különböző. Vettem egy ilyen bambis fátyolmaszkot, vettem egy fürdősót, ami meg egy ilyen magikus karácsonyi, és két cseresznyés fátyolmaszk, úgyhogy ezeket vettem, ezeket mind ajándékba. És vettem sminket is, méghozzá, ez is egy növendékemnek, aki imádja festeni a szempilláját, egy ilyen szempilla festéket, az Eveline Cosmetics-től egy ilyen kifejezetten ilyen emelő dúsító, és egyébként nagyon szépen néz ki. Megmondom őszintén, hogy azt fogott meg, hogy ilyen kis karácsonyi, ilyen arany hangulatú a szempilla festék, úgyhogy szilikonos az applikátor, most nem fogom nyilván itt kibontani, kibontottam ott a tesztet, és nagyon-nagyon tetszett. A másik pedig egy tavaly érettségizett növendékem, aki visszajár hozzám, nagyon-nagyon-nagyon szereti a piros rúst, és nagyon is jól áll neki, és találtam neki egy olyan Catrice rúst, ami annyira szépen néz ki, nézzétek meg a kialakítását, hogy én teljesen oda vagyok tőle, meg vissza, nézzétek meg, próbálok így egészen ráfókuszálni, most látszik jól, így a kialakítása, úgyhogy én szerintem ez egy nagyon-nagyon szép és nagyon klassz meglepi lesz neki, imádja a piros rúst, és hát ez különösen nagyon-nagyon jól néz ki. Na és közben befutott a szinszét csomag is, amiben nagyon-nagyon klassz dolgok vannak, és nagyon remélem, hogy nem sérült meg semmi, mert vannak benne kis picit ilyen törékenyebb dolgok. Az érdekes, mert ide valaki számolt az én csomagomon, nézzétek meg. Kis érdekesség. Vagy hát nem tudom, hogy mi van itt, milyen számok. De minden esetre én se láttam még. Most együtt fogjuk kibontani ezt a kis csomagot. Ide jöttem a konyhába, itt most nem zavarok senkit, úgyhogy szépen megmutatom, hogy mik vannak itt. Nos, az első termék, amit szeretnék megmutatni nektek, az egy pihe puha, de tényleg valami hiper puha, mint valami plüss, egy ilyen sálgallér, úgyhogy ezt én föl is fogom próbálni, és akkor látjátok, hogy miről van szó. Nos, ez így néz ki, és hát végül is szerintem oda teszitek a bedugót, mert ugye ez így kapcsolódik, tehát ezt itt be kell bújtatni ebbe a kis lukba, de hát úgy helyezitek el, ahova szeretnétek, hogy hol legyen ez a kis bohóly, ez a kis pompon, itt legyen, vagy oldalt legyen, ez teljesen egyénfüggő, annyira puha, hogy valami egészen elképesztő, úgyhogy akinek ezt vettem, szerintem nagyon-nagyon fog örülni neki. Pihe puha, tényleg fantasztikus. Viszont muszáj valamit elmondanom nektek, hogy
Amiket rendeltem ebben a dobozba, gyakorlatilag mindegyik elfogyott. Én természetesen be fogom linkelni a Sinsz-ének a webshopját, de mindegyik már offos, tehát hogy nem tudtok már semmit szerintem rendelni, mert mindegyik termék elfogyott, úgyhogy nem csak én voltam lesen, hogy 2 héttel ezelőtt rendeltem meg, és most jött meg. Úgyhogy elég sokat kellett várnom erre a csomagra, de lehet, hogyha most rendeltem volna, meg már nem lett volna semmi. Jaj, de puha ez a sájod. Hát figyeljetek, ez egy über cukiság, tudjátok, hogy ez mi? Az az igazság, hogy ezt nem akartam innen kivenni, de ha nincs rögzítve, akkor meg fogom tudni nektek mutatni. Ez egy hajszárító törölköző. De ilyen karácsonyos. Úgyhogy nézzétek meg, mert iszonyatosan aranyos. Szóval ne tévesztem meg ezt senkit, ez nem sapka. Tehát az egész hajadat, ez alá, amikor vizes, begyűrögeted, és akkor ez ilyen kis aranyos, hát én nem is tudom, ez micsoda. Rénszarvas, vagy őzike, aminek van ilyen kis pomponja. Hát figyeljetek, ez valami übercuki. Úgyhogy szerintem, aki ezt kapja, nagyon fog örülni. Nagyon-nagyon sok és nagyon hosszú haja van. Remélem, hogy minden szépen alá fog menni neki. Nos, a következő az egy nagyon-nagyon szép kis táska, és ez nagyon érdekes, mert képzeljétek el, hogy a képen sokkal kisebbnek tűnt, úgyhogy most nagyon örülök, hogy ez nem olyan pici. Na, szóval így néz ki. Szerintem nagyon-nagyon kis szép. Mutatom így ekkora mellette a kezem, úgyhogy elég nagy. Egy olyan, hát én nem is tudom, majdnem egy A4-es nagyság. Nyissuk ki. És egy hosszú lánc. Egy hosszú lánc van benne. Úgyhogy ezt tulajdonképpen így kézbe is lehet venni, föl lehet rakni a vállatokra, úgyhogy aki ezt kapni fogja, szerintem fogja szeretni. Remélem, hogy eltaláltam az ízlését. Egyébként már bele is rejtettem egy ilyen kis fátyolmaszkot ebbe a táskába, és még majd valami kis meglepi lesz mellette, mert így fogja megkapni az, akinek szánom. Én imádom ezeket az ilyen kis figurákat, ilyen kis karácsonyi figurákat, amik nem azok a hétköznapi, tudjátok, hanem egy picit ilyen rusztikus, és ilyen kis egyedi kis dísze. Ezeket a kis figurákat is vagy ajándék mellé, vagy így növendékeimnek külön csokival fogom adni. És egyébként nagyon-nagyon aranyos, ilyen csizmában van a maci, de egyébként mindegyik más, tehát hogy nincs két egyforma. Mert például, most nem azért mondom, de ennek a, ez például nem is maci, hanem talán egy kutya, és egy másik, egy ilyen kis babája van így a kezébe, szóval tényleg mindegyik más, ha jól látom. Hasonlóak persze, itt is van egy ilyen kis kicsinyével, de szerintem tök aranyosak, úgyhogy ez nagyon-nagyon cuki. Imádom az ilyen cukiságokat. A következő kis dobozka az egy ilyen kézkrémszert, egy picit itt benyomódott szegény, de hát most mindegy, elnézünk e felől, vagy e felett, mert ez annyira nem egy sérülés. Ez is egy ilyen kis karácsonyi kollekció. Úgyhogy az egyiknek egy ilyen almás süti illata van, a második, illetve a jobb szélső az egy ilyen gyömbéres, és itt van egy ilyen csoki is. Úgyhogy ezek ilyen illatos kézkrémek, és igazából nem is a kézkrém, hanem az egész. Tehát annyira cuki ez a kis doboz, annyira aranyos ez a szett, úgyhogy azt kell mondjam, hogy nagyon-nagyon olcsó dolgok vannak a színszélyen, de nagyon kis cuki egyedi. Tehát én tavaly karácsonykor is rendeltem innen elég sok mindent, most is, és nem bántam meg. Én szerintem a legjobban ezt a diótörőt vártam, én ebből 2 dobozzal is rendeltem, úgyhogy ez 4 darab diótörő, és annyira jól nézett ki így a képen, úgyhogy most ki is fogom bontani. Hát most nem azért, de ez valami egészen elképesztően szép. Ez annyira szép, hogy én egyet meg fogok magamnak tartani. Nézzétek meg, hogy annyira kis cuki.
Nagyon jól néz ki, eléggé súlyos, tehát, hogy van súlya, tehát van benne anyag, és mindig szerettem volna egy diótörőt. Úgyhogy annyira tetszik, tényleg. Jaj, nagyon-nagyon örülök, úgyhogy ebből 4 van, 3 ajándék, és ezt az egyet megtartom, mert ez muszáj megtartsam, mert ez nem lehet, hogy nekem ne legyen egy ilyen diótörő. Most még egyszer megmutatom, ez volt a színszély rendelés. Szerintem nagyon-nagyon jókat rendeltem, mert mindegyiknek szerintem fog örülni, aki kapja. Nagyon eltaláltam az ízlését, és hogy ez a kis figura mennyire cuki. Hát én ettől teljesen el vagyok hájulva, komolyan mondom. Úgyhogy figyeljetek, itt közönök el, ne haragudjatok, hogy itt a mai videóban egy kicsit ilyen rekettes volt a hangom. De én nagyon remélem, hogy tudtam nektek inspirációt adni. Az avó rendelést én már ebben nem fogom beleforgatni. Végül is, amik ajándékok, azokat már úgy is elmondtam, hogy ilyen kis illatmintákat fognak kapni a gyerekek, akikkel parfümöket szagolgattunk, kapnak mellé ilyen kis figurát is, meg csokit. Úgyhogy úgy nagyjából ennyi. Természetesen még fogok menni könyvesboltba, mert most nem tudom mondani, mert itthon vannak. Úgyhogy könyvesboltba fogok menni. És még anyukámnak jön egy csomag, ami még nem érkezett meg. Ő egy ilyen nagyon különleges kis szettet fog kapni. Gyöngyvirágos dolgokat imádja. Úgyhogy, és még neki is fogok venni könyvet. Úgyhogy ennyi, úgy nagyjából nem tervezek egyébként, így is szerintem rengeteg mindent szereztem be, és nagyon jókat is találtam ki. Úgyhogy itt a mese vége, fuss el vége. Én nagyon-nagyon szép adventi készülődést kívánok mindenkinek. Vigyázzatok magatokra, lehetőleg ne legyetek betegek. Engem azért ez most eléggé megviselt. Igazából lelkileg, hogy én covidos lettem, fizikailag nem annyira, mondjuk annyira, hogy most lerekedtem, de így 5 nap azért kiesett az életemből, és azért ez nagyon nem hiányzott, úgyhogy nagyon vigyázzatok magatokra, és nagyon sok vitamint egyetek, igyatok nagyon sok finom teát, és nézzétek a videóimat, írjatok kommentet, iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozunk hamarosan. Sziasztok! Thank you.